Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Az alábbi feladatban T-autonomot kell számolnunk, ennek az általános alakját itt láthatjuk, és a konkrét feladatban az egy pont körül kell meghatároznunk harmadrendig a Taylor polinomot ennek a függvénynek. Hát ugye láthatjuk, hogy akkor az n helyére a 3-at kell írnunk, tehát a t3x-et kell megadjuk, a függvénynek kell az egy helyen vett helyettesítési értéke, meg az első deriváltnak is az egy helyen vett értéke, osztva az 1 faktoriálissal, szorozva az x-1-el, meg a második deriváltnak is az egy helyen vett értéke, osztva 2 faktoriálissal szorozva x-1 négyzetennel, meg a harmadiknak is, ugye mivel harmadrendig számoljuk, az egy helyen vett helyettesítési érték osztva 3 faktoriálissal, szorozva az x-1 a harmadikonnal. Hát itt az együtthatók, amiket még nem ismerünk, ezeket fogjuk először kiszámolni. Ugye ehhez szükségünk vannak a deriváltakra, ezeket itt alul számoljuk ki. Az f függvény, azaz e ott 1-x volt. Az első derivált, azaz e ott 1-x. Ez egy összetett függvény, szóval meg kell szorozzunk még a belső függvény deriváltjával, szóval szorozzunk még mínusz 1-jel. Egyszerűbb alapban az e ott mínusz e ad 1-x lesz. A második derivált, ugye az az első deriváltnak a deriváltja, az a mínusz e ad 1-x, szorozva még a belső függvény deriválta, ugye a mínusz 1-jel. Egyszerűbb alakban az e ad 1-x. És a harmadik derivált, az pedig a mínusz, pontosabban az e ad 1-x, szorozva a mínusz 1-jel. Tehát a mínusz e ad 1-x. Nekünk itt az egy helyen vett helyettesítési értékekre van szükség, ezt itt mellette számoljuk ki. Az f függvény az egy helyen, az e ad 1-1, tehát az az e ad 0, tehát az 1. Az első derivált az egy helyen, az a mínusz, ugye 1. A második derivált az egy helyen, az ugye ugyancsak az 1 lesz. A harmadik derivált az egy helyen, pedig a mínusz 1. Ezeket az értékeket meg írjuk be ide a kifejezésbe, és akkor láthatjuk, hogy a T3x keresett polinom az úgy néz ki, hogy az az 1 meg a mínusz 1 per az 1 faktoriális szorozva az x mínusz 1-jel meg, ugye ide írjuk a mínusz ö, ide írjuk az 1-et, az 1 per 2 faktoriális, szorozva az x-1 a négyzetennál, meg ugye ide a mínusz 1-et írjuk be, osztva 3 faktoriálisra, szorozva az x-1 a harmadikonnal. Ezzel meg is adtuk a keresett, ugye a kérdezett Taylor polinomot, és akkor mehetünk a második feladatrészre, ugye ezeket a számokat kell ennek a Taylor polinomnak a segítségével megbecsülnünk. Ez pedig az itt látható összefüggést tudjuk használni. Tehát az e ad 1-x függvény, az becsülhető az itt megadott Taylor polinommal. Ennek egy egyszerűbb alakját írjuk már le. Az az 1 mínusz az x-1, meg az 1/2 az x-1 a négyzeten, mínusz 1/6 szorozva az x-1 a harmadikonnal. Először is az 1 per e számot kell becsüljük, tehát akkor itt külön érdemes számolni, hogy az e ad 1-x kifejezésnél keressük, hogy milyen számot írjunk be az x helyére, hogy 1 per e-t kapjunk. Ugye az 1 per e az pedig az e a mínusz elsőn. Tehát itt látható, hogy az 1-x egyenlő mínusz 1 egyenletet kell megoldjuk, ugye mérlegelve alapján ez itt az x egyenlő 2. Tehát, hogyha x helyére 2-t írunk, a bal és a jobb oldalon is, akkor itt a bal oldalon tényleg az 1 per e-t, vagy e a mínusz elsőnt, ugye kapjuk, és akkor ez becsülhető azzal, hogyha ide is ugye az x helyére 2-t írunk, 1 mínusz
az 1, meg az 1/2-szer az 1-nek a négyzete, mínusz 1/6-szor az 1-nek a köbe, ezt ki is számolhatnánk, de így is hagyhatjuk nyugodtan. A másik számon pedig az e-nek a négyzetgyöke volt, hasonlóképpen tudjuk számolni, hogy az e az 1 mínusz x, x helyére mit írjunk, hogy négyzetgyök e-t kapjunk, tehát e az 1/2-et kapjunk. Az 1 mínusz x egyenlő 1/2-et egyenlet megoldásával kapjuk meg a megfelelő x-et, x egyenlő 1/2. Ugyancsak 1/2-et írva, a bal oldalon ugye azt kapjuk, hogy e a négyzetgyök alatt, és ezt tudjuk becsülni, hogyha ide x helyre, jobb oldalon is ugye 1/2-et írunk, 1 mínusz a mínusz 1/2, meg 1/2-szer a mínusz 1/2 a négyzetem, mínusz 1/6-szor a mínusz 1/2 a harmadikon. Ezzel ugye a kért számokat, ugye a Taylor-konyom segítségével becsültük.